2023-ban két jeles jubileumot is ünneplünk hazánkban, Petőfi Sándor születésének 200. és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóját. Ezek kapcsán a Babits Mihály Kulturális Központ egy többnapos programsorozattal készül március 11-e és 16-a között. Március 14-én Rékasi Károly kiváló színművész előadását hallhatjuk a 48-as eseményekről. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretében az ELTE docensének előadásában történelmi eseményekről is, olyan háttérinformációkról is hallhatunk, amely azért a történelem órán nem mindig hangzik el. És hát kórhű kávéházi hangulattal, gyermekjátszóval, jelmezes beöltözési lehetőségekkel mind-mind azt gondolom sok érdekes pillanatot tudunk ide varázsolni. Az idei nemzeti ünnepünk napján a Baka István Általános Iskola is egy különleges programmal készül a Béla Király téren 15-én délelőtt, és 11-től 16-áig én azt gondolom érdemes már most követni a honlapunkat, és minden részletes információt ott megtalálhatnak. Március 11-én egyedülálló műsorral készül a központ, ugyanis a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel kórhű csatajátékra invitálják az érdeklődőket a Prométheus Parkba. Berlinger Gábor a szervezet alelnöke elmondta, a rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarságtudat, a honvédelem ügyének erősítése. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek a tagegyesületei fognak szerepelni a csatajátékon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 48-as kórhű harcászati bemutatót varázsolunk ide, tehát olyan, mintha egy igazi csata lenne, tehát ez egy fiktív csata bemutató. Mind a három hadnem, tehát a lovasság, a gyalogság és a tüzérség szerepelni fog a csatában. Itt a lovasságot a Tolna megyei huszárbandérium, a rádi bandérium fogja kiadni. 5-5 lovas lesz mindkét oldalon, tehát a honvéd és igazából 5 huszár és 5 vértest kell elképzelni, akik külön is fognak egymással harcolni, illetőleg gyalogság ellen is fognak, illetve a parancsnokok pedig párviadalt fognak vívni. 3-3 ágyú lesz mindkét oldalon, a tüzérség létszám nagyjából 20 fő lesz összesen. Ezek az ágyuk összesen 60 lövést fognak leadni, és lesz 21-2 robbanás is, ami egy ilyen robbanás imitáció, de nagyon látványos lesz. Tehát a gyerekek, akik ilyet nem láttak, egy igazi 48-as csatába fogják érezni magukat. A gyalogság pedig körülbelül 30-30 fővel fog részt venni, hogy ők elöltöltös puskával fognak pirotechnikai töltettel manipulálni, tehát teljesen ugyanolyan lesz, mint egy igazi csatába. Sortüzek lesznek, szuronyharc lesz, különböző harcászati elemeket fogunk bemutatni, de az egész csata egy nagy toborzóval fog indulni, egy 48-as toborzóval, ahol lesz egy huszár-verbunkos tánc, Bartina néptánc együttessel közösen fogjuk ezt a toborzót megmutatni, és ezt a toborzót fogják megzavarni a császárjelölsök, és ebből fog kialakulni egy csata. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség több mint 100 tagegyesületet képvisel. Tavaly volt a 30 éves évfordulónk. Nagyjából el lehet képzelni, hogy ez a 100 tagegyesületnek mindegyiknek 20-30 hagyományőrzővel rendelkezik, tehát egy komoly nagy létszámot koordinálunk. Ez nem csak érdekvédelmi szervezet, hanem kiképzéseken keresztül felkészítünk egy minősítő vizsgára minden csapatot, a saját korszakába, a saját hadnemébe, tehát itt alaki és küllemi vizsgát kell tenniük, történelmismeret van, felszerelés ismeret és harcászati vizsgát is, tehát mindig hagyományőrzőnek célja az, hogy a saját korszakáról nem csak beszélni tudjon, hanem ismeri a fegyvereket, tudja működtetni ezeket, és az eredeti szabályzatok szerint nézzen ki az egyenruhája, és úgy is mozogjon. Tehát egy koszorúzást például a 48-as alaki szabályzat szerint állítunk össze, és ebből le is kell vizsgázni. A szövetség 91-ben jött létre, amikor be lett jegyezve, de igazából tavaly ünnepeltük 30 éves évfordulót. Akkoriban huszárszövetségként jött létre, és később kapta meg a katonai kifejezést, amikor a gyalogság és a tüzérségi csapatok is részt vettek benne. Ugye elsősorban 48-as csapatok vannak, de most már van a honfoglalás korszaka, a lovakkor, a végvári korszak, illetőleg a napóleonkori császári sorgyalog hagyományőrzők, illetőleg a monarchia és a horthy korszak, tehát ott pedig a világháború korát is eljátszuk.